Jó napot kívánok, Bolgár György vagyok, ez itt a 10, amelyben 10 kérdést teszek fel meghívottamnak. Aki ezúttal Szalóki Viktor, az A Hang szóvivője. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok, köszönöm a meghívást! És alapvetően itt a kampányukról, akciójukról lesz szó, hogy össze szeretnének gyűjteni lehetőleg 1 millió úgynevezett nemzeti konzultációs ívet, de először legyen ez az első kérdés, mi a fene az az A Hang? Hallottak már róla nyilván a nézők, de valószínűleg 10-ből 9-en nem tudnák pontosan megmondani, hogy mégis milyen szerveződés ez. 2018-ban jöttünk létre, idén volt 5 éves a szervezet. Mi magunkat alapvetően egy online vagy digitális kampányplatformnak, kampányszervezetnek szoktuk definiálni, holott egyébként most már egyre erősebb az a lába is a szervezetnek, ami nem csak az online kampányolásról, hanem a személyes, helyi közösségekre épülő ügyek felkarolásával kapcsolatos. Alapvetően azzal foglalkozunk, hogy országos és helyi ügyeket segítsünk felhangosítani, láthatóvá tenni, és minél inkább az ő céljaikat sikerre vinni. És hát ennek szerintem, amivel a legtöbben találkoznak velünk, ez a petíciózás. Ez a petíció intézményét próbáljuk meg minél inkább erőteljesebben kihasználni itt Magyarországon. Úgyhogy bárki indíthat nálunk közéleti, helyi, társadalmi ügyekbe petíciót, és ez segíti egy profi kampánycsapat. Hát ez egy elvileg nagyon nagy teret nyújtó forma, módszer lenne, de közben azt is látjuk, hogy voltak petíciók ilyen-olyan-amolyan ügyben, még csak azt sem mondom, hogy sikertelenek és visszhang nélküliek, de abban az értelemben mégiscsak eredménytelenek voltak, legalábbis az én benyomásaim szerint, hogy jó, az emberek ezrei, tízezrei, esetleg százezrei valamit követeltek, valamit szerettek volna, valami ellen tiltakoztak, aztán nem történt semmi. Ez valóban nagyon sokszor ér minket is ez a kritika, hogy a NER sokadik évében egyáltalán van-e még bármi létjogosultsága a petíciózásnak. És azt gondoljuk, hogy egyrészt egy eszköz is arra a petíciózás, hogy az adott ügyet, az adott témát napirenden tudjuk tartani, fel tudjuk minél inkább hangosítani, sajtóba meg tudjuk jeleníteni, vagy csak az, hogy az emberek tudjanak erről és beszéljenek. Még akkor is, hogyha valóban mondjuk az az exakt cél, ami megfogalmazódik egy petícióban, az nem mindig ér el sikert. De hogy ettől függetlenül azért vannak szerencsére olyan példák és olyan sikerek így az elmúlt évekből, amik nagyon fontosak voltak. Legyen szó akár helyi ügyről, például egy Balatonparton a fák lebetonozása és oda parkolóhely építése, ennek a megakadályozása. De hogyha mondjuk én nagyon szeretek példálózni a 2022-es tűzijátékos petíciónkkal, ahol ugye azt kértük, hogy hát egy gazdasági válság kellős közepén a kormány ne akarja megszervezni Európa legnagyobb és talán lehet azt mondani legdrágább tűzijátékát. Nem talán, biztos. Igen. Ezt közel 200 000-en írták alá. Hogyha egyértelműen azt az eredményt nézzük csak, megtartották a tűzijátékot, ha csak ezt az oldalát nézzük az érmének, akkor azt lehet mondani, hogy nem ért célt a petíció. Viszont azzal, hogy hónapokon keresztül, heteken keresztül folyamatosan napirenden tudtuk ezt tartani, elindítottunk egy olyan folyamatot, hogy helyi szinten is elkezdték azt a városvezetőktől, a helyi képviselőtestületektől követelni, hogy márpedig az adott településeken ne legyen tűzijáték. És több tucat olyan települést tudunk felsorolni, ahol végül a városvezetés azt mondta és belátta, hogy valóban egy ilyen gazdasági környezetben nem fognak tűzijátékot megtartani. És ennek a másik, vagy az érmének a másik oldala pedig ez, hogy ha országosan azt a nagy célt, azt látszólag így nem sikerült elérni, de helyben egy olyan dolgot tudtunk elindítani, aminek hatására egyébként az idei évben sem voltak nagyon sok helyen augusztus 20-án tűzijátékok, és mindezt egyébként úgyis ez fontos kiemelni, hogy nem augusztus 20-ának a megkérdőjelezéséről volt szó. Mi mindenhol azt próbáltuk meg kommunikálni, hogy augusztus 20-át méltóság teljesen és meg lehet ünnepelni méltóság teljesen is. Még akár látványosan is meg lehet, így van, nem kell hozzá tűzni. Ahhoz, hogy milliárdokat, igen, vagy több száz milliót felőjünk az égbe. Még annyit mondjam meg erről az A Hangról, hogy milyen emberek alkotják, hozták létre, dolgoznak benne, olyanok, mint ön, ilyen fiatal, tetrekész emberek, akiknek valami politikai motivációjuk van, vagy valami olyan fajta civil aktivitási motivációjuk, hogy
valamit akarok, nem feltétlenül ebben a pártban akarok dolgozni, nem akarok ilyen meg olyan politikus lenni, helyi vagy országos, de valamit csinálni szeretnék. Kik ők? Nagyon vegyes az a hangnak a csapata, életkorban is, és abban is, hogy honnan érkeztünk. Vannak, akik a civil szférából érkeztek, van, aki az üzleti világból, valaki az IT-szektorból érkező, ki ilyen-olyan tapasztalatokkal. Igazából ami a közös, az az, hogy tenni szeretnénk ezért az országért, és szeretnénk lehetőséget adni az embereknek abban, vagy segíteni az embereket abban, hogyha van egy ügy, vagy van egy téma, vagy bármilyen közéleti kérdés, abban igenis szólaljanak meg, igenis mondjanak véleményt, és talán lassan, nem akarom így előre vezetni egészen most a konzultációs kampányig, de így mind-mind oda vezet, hogy egy olyan rendszerben élünk, ahol egyszerűen a jelenlegi hatalom arra készteti, vagy arra vezeti az embereket, hogy ne mondják el a véleményüket, maradjanak csöndbe, fogadják el, hogy az, ami van, az rendben van. És nagyon sokszor a kampányaink, vagy a különböző akcióinknak is a felbújtó ereje az, hogy egy valamit nem tehetünk, hogy nem maradhatunk csendben. És nem fogadhatjuk el azt, amit szemmel láthatóan mindenki tud, hall, lát, érez, hogy ez nem jó, és ebben valamit cselekednünk kell. Hát a 2021-es ellenzéki előválasztásban is vastagon részt vettek, tehát nem lehet azt mondani, hogy visszariadtak volna a, ha tetszik, közvetlenül is politikainak minősíthető feladattól. Az milyen élmény volt így visszatekintve? Akkoriban nagyon sikeresnek látszott, hát a végeredmény maga a választás sok, itt most nem részletezendő okból már kevésbé volt sikeres, de akkor annak a megszervezése, lebonyolítása, bizonyos értelemben meglepetésszerű végeredménye mindenképpen azt mutatta, hogy sikerült sok embert megmozgatni, és az egészet nagyjából közmegelégedésre lebonyolítani. Nagy feladat volt ez? Érezték, hogy ezzel meg fognak tudni birkózni? És utólag mi volt a benyomásuk? Hát egy óriási kihívás volt ez a szervezetnek az életében, hogy ezt ugye pártokkal és más civil szervezetekkel közösen megvalósítsuk Magyarország első országos előválasztását. És itt azért 800 ezer ember vett részt ezen, több mint 10 ezer aktivista segítette az egésznek a megvalósítását és lebonyolítását. És én azt gondolom, és talán ami egy nagyon nehéz, és a 22-es választásoktól eredményétől függetleníteni az, hogy mi történt 21 őszén. Az szerintem egy óriási siker volt. Amikor azt láttuk, hogy fiatalok tömegei mennek el szavazni, azt, hogy sorok állnak különböző vidéki sátraknál, és véleményt mernek mondani, és oda mernek állni egy politikai aktusban, és úgy, hogy véleményt akarnak mondani. Úgyhogy ebből a szemszögből egy abszolút sikernek értelmezendő, és ezzel párhuzamosan pedig egy óriási kihívás volt nekünk az AHANG-nak is, hogy ezt az egészet hogyan menedzseljük, és hogyan próbáljunk meg lavírozni, és szerintem ami kicsit így a mai civil politikai környezetben is nagyon nehéz, hogy hogyan próbáljuk meg azt, hogy ez egy politikai aktus volt, de hogy mégis itt a részvételiség volt, és az, hogy biztosítsuk egyáltalán annak a lehetőségét, hogy egy ilyen megtörténhessen Magyarországon. Hát akkor térjünk át erre, a bizonyos, így mutatom, hogy ne lehessen elolvasni, de azért mindenki tudja, hogy miről van szó, szóval gyűjteni akarnak ezekből, de csak ezeket az íveket akarják gyűjteni, nem borítékostul, nem címzésestül, nem az illető megnevezésével, csak magát ezt a pőre kérdés sort. És kezdjük rögtön az aggodalmakkal. A rádióműsoromban volt nem is egy hallgató, aki attól félt, hogy itt a felső sarokban is látható fekete négyzetet esetleg valamilyen módon elbújtatva, mégis QR kódként lehet értelmezni, és akkor abból visszaolvasható, hogy hát ki ez az illető, aki ide merte adni az AHANG-nak az ő ívét, ahelyett, hogy visszaküldte volna a pártunknak és kormányunknak. De ebben megnyugtatok mindenkit, az nem egy QR kód, az semmilyen azonosításra nem használható, vagy nem alkalmazható. Jó, tehát akkor aggodalom, igen. Aggodalom félretéve. De most nézzük akkor ezt, hogy behoznak, ugye most már körülbelül 600 helyen gyűjtik ezeket a... Lassan 700 most lassan 700. Behozzák ezeket
egyesével hozzák? Vagy vannak emberek, akik azt mondják, én gyűjtöttem, itt van 20, beviszem? Hogy működik? Vagy az önök emberei azt mondják, hogy jó, mi gyűjtjük 600 vagy 700 helyen, de még megyünk is különböző olyan helyekre, ahol sok ember mozog, felhívjuk rá a figyelmüket. Szóval hogy megy ennek a konkrét gyakorlati megszervezése? Egy fokkal előrébb lép, vagy hadd lépjek vissza onnan, mert hogy az egész honnan indult, és miért jutottunk el erre a pontra, hogy ebben a formában kezdjük el gyűjteni. Orbán Viktor miniszterelnök úr akkor jelentette be, amikor még javában zajlott az alternatív népszavazásunk. És hát roppantmód ironikus, hogy ugye ezt a nemzeti konzultációt egyfajta demokratikus részvételi eszközként próbálja meg kommunikálni a kormány, és ezt akkor jelentették be, amikor éppen azért szerveztünk alternatív népszavazást, mert olyan kérdésekben, mint például az oktatás, egyszerűen nem tudjuk átverekedni a hatalom lépcsőit. 115 ezeren részt is vettek, igen, valóban ezen. Úgyhogy volt ennek egy olyan felhangja nálunk így a köreinkben, hogy hát ez több, mint felháborító, hogy... Ez pimasság, de ezt csak én mondom. Fogalmazhatunk így is valóban. Úgyhogy innentől hát egy nagyon rövid időn belül döntöttük el azt, hogy ha a kormány érdemi kérdésekben az emberek életét valóban fontos és befolyásoló ügyekben, tématerületekben nem kívánja meghallgatni az emberek véleményét, akkor az ő saját játékszerüket fogjuk felhasználni, és ezzel fogjuk megmutatni azt, hogy nem propaganda és nem ilyen hazug kérdésekben szeretnénk konzultációt folytatni, hanem valódi kérdésekben. És akkor döntöttük el azt, hogy 1 millió üres konzultációs ívet fogunk összegyűjteni, ezzel is demonstrálva. Nem volt vita önök között, hogy... 1 millió nagyon jól hangzik, de mi lesz, hogyha csak 317 ezer jön össze? Én azt gondolom, hogy az 1 millió, amit mindig szeretünk nagy célokat kitűzni magunk elé, ez talán látszódott az alternatív népszavazás során is. Az 1 millió is egy olyan cél volt, hogy valóban nagy szám, mi hiszünk benne, hogy ez össze fog tudni jönni, de ami ennél is fontosabb, korábban is sokszor hangsúlyoztuk, hogy ha 600 ezer jön össze, vagy 1 millió 200 ezer, nem az számít. Nem az számít, hogy most több vagy kevesebb az 1 milliónál, hanem azt, hogy meg tudjuk mutatni, hogy igenis sokan vagyunk, akik nem erre kíváncsiak, nem erre a legyártott papír szemétre, hanem valódi fontos ügyekben. Meg különben is, ugye, hogy lehet megmozgatni embereket, hogyha nem tűzünk ki valami nagy ambiciózus célt, azt mondjuk, hát hozzátok, mindegy, hogy mennyit majd lesz valahogy, hát lehet, hogy meg lehet mozgatni pár ezer embert, de ha 1 millió, akkor az lehet, hogy valami lelket önt azokba is, akik különben nem mozdulnának meg. Jó, szóval akkor még ott a kérdés vége, hogy na és akkor ezen a 700 helyen hozzák, vagy önök is mennek és keresnek esetleg adakozókat, vagy kérdőívet benyújtókat. Kétfelé ágazik egy kicsit a kampány. Egyik részről vannak azok, akik gyűjtik ezeket a konzultációs éveket, akiket arra kértünk meg már november 22-től kezdve, amikor elkezdődött ezeknek az éveknek a postázása, hogy a saját lakókörnyezetükbe, barátaiktól, rokonaiktól kezdjék el összegyűjteni, beszélgessenek, mondják el, hogy szerintük milyen fontosabb kérdések vannak, mint amik ebben a konzultációs ívben olvashatóak, és legyenek ők a gyűjtőink. Ebből több mint 10 000 ember jelentkezett erre, ami egy óriási nagy szám volt, és nekünk is elsőre egy nagyon nagy meglepődést okozott, hogy ilyen sokan jelentkeznek már így az első pillanattól kezdve. A kampány másik része, vagy az akció második szakasza, hogyha fogalmazhatok így, ez december 4-én indult, amikor is elkezdtük felállítani a leadó pontokat, ahová bárki, akár a saját magáét, akár azokat, amiket összegyűjtött, elvihet és leadhatja. Na és akkor a kérdésre rátérve, ezek a gyűjtőpontok, ezek nagyon széles skálán mozognak. És ez valamennyire megmutatja azt is, hogy mennyire már-már egyfajta, mint egy ilyen mozgalom kezd lenni ez az egész konzultációs ívgyűjtése, vagy ez az ellenkonzultáció, mert rengeteg magánszemély volt, aki jelentkezett arra, hogy ő egyébként a saját postaládáját felajánlja arra a célra,
hogy oda bárki elvihet és bedobhatja az üres ívet. De voltak olyan civil szervezetek, szakszervezetek, sőt egyébként olyan ellenzéki pártok, akik a saját párt iroda hálózatukat ajánlották fel arra, hogy kinyitják a kapukat, és fogadják az üres konzultációs íveket, de hogy még egy kicsit tovább menjek így a civil politikai világból, olyan üzletek, vállalkozások, cégek is azt mondták, hogy elegük van ebből, ami itt zajlik. Elegük van abból, hogy több milliárd forint folyik el ilyenfajta semmi másra, mint kampányeszközre, holott lényegi kérdésekről nem beszélünk, és ők is azt mondták, hogy legyen szó egy ötvös műhelynek a postaládájáról, vagy egy kutya kozmetikáról, vagy egy bisztróról, hogy ott kirakunk egy dobozt, hozzátok, és le lehet adni. Ez január végéig fog tartani ez a gyűjtés, és ezeket akkor fogjuk majd összegyűjteni ezekről a leadó pontokról. És összeülnek ott, és elkezdik számolni egyenként, hogy ez most garantáltan megvan-e, vagy több, vagy kevesebb. Szóval valamilyen módon ebbe bele lehet majd látni kívülről is, hogy nem csak mondják, hogy megvan az 1 millió, hanem ez ellenőrizhető is valahogy? Abszolút, ezt mindenképpen transzparensen szeretnénk csinálni, hiszen ez is valamennyire egyfajta tükröt fog képezni azzal szemben, mint ami a kormány oldalon zajlik, amikor egyszer csak annyit tudunk, hogy most véget ért a konzultáció, majd x idő múlva kijönnek egy számmal, de azt se megnézni, se leellenőrizni nem lehet, se a darabszámot, se azt egyébként, hogy ki mire, hogyan töltötte ki az adott ívet. Úgyhogy ebben mindenféleképpen szeretnénk egy olyan fajta láthatóságot biztosítani, ami akár a mennyiségeket illeti, akár azt, hogy hol mennyi üres konzultációs ív gyűlt össze. Na és mit akarnak csinálni azzal a mondjuk 1 millió ehhez hasonló ívvel, nem tudom mekkora teret, helyet foglal majd el, hogyha összejön, már az is érdekes lesz, hogy 1 millió ez mennyi, meddig tart, hány méter innentől odáig, szóval jó, akkor mit csinálnak vele? Van erre tervük, hogy ez látványos legyen? Vagy azt mondják, na, akkor menjen a kukába, vagy a méhbe, vagy valami? Nem, kidobni semmi esetre sem fogjuk, de ezt mindjárt majd kicsit erről is beszélnék. Januárban lesznek olyan, egyelőre ezt még nem szeretném lelőni pontosan, hogy micsodák, de olyan köztéri installációk, ahol meg fogjuk jeleníteni azt, hogy összesen mennyi érkezett be ezekből a konzultációs ívekből. Egyébként ezt úgy kell elképzelni, nagyjából kiszámoltuk, hogy 1 millió ív, az nagyjából 5 tonna papírt fog jelenteni, úgyhogy nem kevés papírról van szó, de ezeket meg fogjuk jeleníteni. Ez egy szép teherautónyi adag. Így van. És hát itt jön a másik kérdés, amit nagyon sokszor meg szoktunk kapni, azon túl, hogy ez láthatóvá tételét követően mi fog ezzel történni. Nagyon sokan már kérdezték, hogy felgyújtjuk-e ezeket a parlament előtt. Ilyet biztos, hogy nem fogunk csinálni, főleg a környezetszennyezés miatt. Sem a papírt nem szabad azért így elherdálni, sem a környezetet, a levegőt szennyezni. Ugye így van. Ezzel kapcsolatban két dolgot tudok biztosan mondani. Az egyik az az, hogy minden hozzánk beérkező üres konzultációs ívet újra fogunk hasznosítani. Különböző civil szervezetekkel, vagy olyan szakmai szervezetekkel már elkezdtünk egyeztetni arról, hogy hogy lehet a leghatékonyabban ezeket valamilyen formában úgy újrahasznosítani, hogy ezek valamilyen új értelmet nyerve használhatóak legyenek. Ez az egyik része, a másik része pedig az, hogy a terveink között szerepel az, hogy amennyi fa kivágását jelentette ezeknek a konzultációs íveknek a kinyomtatása és ápostázása, annyi fát fogunk majd ültetni a terveink szerint. Eljutottam az utolsó kérdéshez, és remélem, hogy sikerül az 1 millió, vagy akár az 1 millió 10 darab is. De az forgott itt a fejemben, visszagondolva egyrészt az előválasztási sikereikre, meg erre a mostanira is, hogy vannak-e másfajta ambícióik, hogyha ilyen jól meg tudják szervezni magukat is, meg az, mondjuk a társadalomnak egy bizonyos, nem kicsi, önökkel szimpatizáló, vagy a céljaikkal szimpatizáló rétegeit, akkor van innét tovább, mert azért ez egy fontos szervező feladat, de hát az ország, meg a rendszer, meg a körülményeink megváltoztatásához valószínűleg kevés. Nem azt akarom mondani, hogy az A-hangból holnap pártot kell alapítani, de van-e valamilyen tervük, ambíciójuk tovább? Hogyan? Előre? Merre?
Abszolút van, és talán kicsit visszacsatolnék arra, amit a beszélgetés legelején mondtam, ebből az egész digitális szervezésből a helyi szintre való áttérésre is elkezdtünk fókuszálni, elkezdtünk egy országos építkezést, ami azt jelenti, hogy helyi szinten elkezdtünk olyan ahang csoportokat, olyan helyi aktivista politikai csoportokat létrehozni, akik ott helyben tudnak akár helyi ügyekkel, akár országos nagy kampányokba összefogva közösen fellépni, amivel valamennyire részt tudunk ütni így a rendszernek a pajzsán. Úgyhogy ezt az építkezést elkezdtük, most már 6 megyében egyébként vannak a hang helyi csoportok, akiket apontoknak hívunk, és ezt az utat fogjuk folytatni, ezt a fajta építkezést. Szalóki Viktornak köszönöm szépen, és sok sikert! Én is nagyon szépen köszönöm a meghívást. Köszönöm.